stb. És ne fogyasszon sok alkoholt, sem otthon. Ez nem kívánatos szellemeket csalogathat a házába, a ruhájába és a testébe. Otthonát naponta vegyek körbe a fehér fénnyel. Képzelj el, hogy a ragyogó fehér fény vőrjaként vagy auraként teljesen körbeveszi a házat. Legyen tudatában, hogy ez teljesen megvédi a házat a szellemektől, valamint minden negativitástól és ártalomtól. Képzelj el, hogy minden szobát megtölt a fehér fény. Ez csak egy percébe kerül, csinálja naponta. Gondolatban vagy szóban forduljon a magasabb lényekhez, például Jézus Krisztushoz, az Úrhoz, vagy a szellemvezetőkhöz védelemért. Gondoskodj róla, hogy otthonában mindig boldogság és szeretet uralkodjon. Egyes szellemek a veszekedés és a gyűlölet energiájával táplálkoznak. Az ilyenkor kitörő energiából királyi módon laknak ő a legegyűnt entitások. A fentebb lejött entitások nem megszálló, csak ott lakó szellemek. Ám a lehetőségük adódik rá, ezek is át tudják lépni az emberi aura és a test határát. Néhány szellem arra is képes, hogy több emberben lakjon, hol ebben, hallottam olyan mókainhoz szokott kábítószeres szellemet, aki egy család két tagjában, sőt a szemben lakó szomszédban is megfordult, hogy eljusson a fogorvoshoz. Ne feledje, ha szellemek vannak otthonában, az még nem katasztrófa. Sokkal rosszabb dolgok is történhetnének önnel. Ez csak egy helyzet, egy probléma, amit meg kell oldani. És nagyon bízok benne, hogy most már ön is megtapasztalta, hogy hogyan. Befejezésül beszélgessünk egy kicsit a megszállottság elméletéről. Fantázia szülemény csupán a megszállás? A meggyőződés, hogy a szellemek megszállják az élő embereket, azon feltevésen alapul, hogy az élet folytatódik a halál után. A költözkötött entitások nem mások, mint azon emberek szellemei, akiknek nem sikerült a magasabb létségbe való természetes átmenet. A megszállottságból magából következik, hogy csak a fizikai test hal meg, és a személyiség túlélő a halált, hogy mindannyian halhatatlan lények vagyunk. Ezt az elgondolást, mi szerint az emberi nyomorúság, a szenvedés túlnyomó részét a szellemek okozzák. A leggyakrabban és legkeményebben azért szokták kritizálni, mert leveszi az egyén válláról a felelősséget. A szellemeket hibáztatjuk, hogy ott mi magunk vagyunk, balsorsunk, problémáink és betegségünk okozói. Nem csak felmetjük magunkat, de ez az attitűd, vagyis hogy a szellemeket tartjuk mindenütt felelősnek, meg is akadályoz abban, hogy lépéseket tegyünk a szükséges változás érdekében. Ám ha ez az elgondolás mégis a valóságra épül, hogy a felelősség kérdését már nem lehet ilyen tisztán felvetni. Mert nagyra vagyunk felelősség tetteinkért, a szellemek irányítanak bennünket, és lényegében csak tehetetlen bábok vagyunk a kezükben. A bíróság előtt sem felelős a tetteiért az, akit elmebetegnek nyilvánítottak. Kérdés, hogyha megszállaink le is igázták személyiségünket, teljesen tiszták és áthatalmuk vagyunk-e mi magunk ebben. Az is kérdés lehet, hogy mivel a megszállottság mértéke változó, mely tetteinket kell és melyekért nem kell vállalnunk a felelősséget. Sokunk biztos ötletlenül áll az olyan esetek előtt, mikor egy ember megöli az egész családját, vagy magát is. Sokszor semmiféle látható oka nem volt az ilyen tragédiáknak. Nem ritkán a gyilkos gyerek becsületes ember volt, egyházának kiemelkedő tagja, akit mindenki szeretett és tisztelt. Hát hány gyilkosságot, öngyilkosságot, gyermekelemi erőszakot és más bűntént követtek el megszálló szellemek. Lehetőre, hogy a megszállás valóság
Milyen gyakran fordul elő? Vajon mindenki megszállottan? Legalábbis bizonyos tekintetben? A népesség 1%-a szenved emiatt. Mindenki életében számos olyan körülmény és helyzet fordul elő, amely gyengíti az aurát. Például egy egyszerű részegség, mert kábítószerezés is megszállottsághoz vezethet. Milyen mértékben népesítik be fizikai világunkat a diszkormációk? Miért maradt itt oly sok szellem? Kik ezek az entitások? Az emberiség legalja, a söpredék, akiknek jóval alacsonyabb a vibrációjuk? Hogyan változtatják őket a földhöz kötött szellemek? Úgy tűnik, hogy ezek az elvezett lelkek semmivel sem mozognak szabadabban, mint mi. Ugyanazokat az eszközöket kell igénybe venniük az utazáshoz. A megszállottság elmélete segít, hogy megértsük az abnormális viselkedést, személyiséget, az érzelmi és fizikai problémákat. Hányan elmebeteget kezelnek a különböző intézményekben, akik csak megszállottak? De olyan valódi hangokat hallanak? Mennyi fizikai szenvedés származik abból, hogy a megszállott szellem fájdalmat érzett halála idején? A fizikai és érzelmi tünetek megmagyarázhatatlan hirtelen elmúlása, de olyan nem egy megszállott szellem tárosztának köszönhetően. A megszabadítást egyre gyakrabban használják gyógyító célra. Bármilyen név alatt is fut, a megszabadítás terápia különleges hatékonysága és hatásossága miatt egyre gyorsabban terjed. Szerencsére nem kell hinni a szellemekben vagy a megszállásban ahhoz, hogy működjön. Egyes gyógyítók a távolból is tudnak gyógyítani, anélkül, hogy a megszállott jelen lenne, aki rendszerűen nem is tudja, hogy ez történt vele. Bár a módszer csodákra képes, mégsem csodaszer. Még akkor sem hozza meg mindig a kívánt eredményt, ha a fennálló állapot tisztán csak megszállás következménye. A beteg is és a megszálló szellem is nagy szellemi energiákkal rendelkezhet. Szerencsétlen esetben a beteg mély lelki szükségletei tartósítják a megszállottságát. Szinte minden esetben a megszállott már megszállt valakit valamelyik előző életében, szándékosan vagy akaratlanul. Ez a karma kérdéskörét veti föl, vajon a megszállott a karmikus adósságokat fizetik meg? Mindig karmikus viszonyban van a megszálló és a megszállott? Ha nem, vajon mindig szerepet játszanak az elmúlt életek a megszállásban? Egyes emberek mindig megszállottak maradnak, minden megszabadítási kísérlet az elmúlt életei kapcsolatrendszerének a megszállás szempontjából való tüzetes feltárása és a hosszú távú megszabadításra szakosodott tárgyógyítók specialisták minden erőfeszítés ellenére is. Azt gondolom, hogy ilyenkor egyszerűen csak még több munkára van szükség. A szabad akarat kérdését is szem alatt kell tartani a megszabadítás során. A felszínen úgy tűnik, mintha csak bábok lennénk, akiket szellemek rángatnak akaratunk ellenére. Beleegyeztünk ebbe a tapasztalatba akkor, mikor az utolsó halálunk és születésünk közötti időben az eljövendő életünket terveztük. Valójában talán csak önmagunkkal találkozunk. Talán régebben mi szálltunk meg valaki mást? Az e fejezetben felvetett kérdések közül sokra nem tudunk választ adni, mivel alig ismerjük és kevéssé értjük a szellemeket, a megszállottságot, a reinkarnációt és az egyetemes törvényeket. Úgy érzem, működőképes módszert mutattam be, és úgy érzem, hogy az élet spirituális dimenziójának jobb megértése növeli képességünket arra, hogy a lehető legteljesebb életet éljük. Szívem legmélyebből kívánom önöknek és a szeretteiknek, hogy elkerüljük a megszállottságot. Ha csak annyi történt, hogy új remények ébredtek önökben, vagy hogy más nézőpontból is képesek megszemlélni az emberi szenvedéseket, már érdemes volt meghallgatni ezt az anyagot.